Sziasztok! Hoztam nektek a heti üzenetet az április 22-től 28-ig tartó időszakra. A kosoknak az igazságosságot kaptuk, a remetét és az érmék hármast. Az első tarólapon látjuk, hogy az a hölgy egyensúlyoz, a mérleg nyelve ki van egyenlítve. Ez a kártya a hivatalos dolgokat, bíróságügyeket jelentheti. Van, akinek késedelmesek vagy, régóta vár valami hivatalos dologra, hiszen az érmék lapja az feltételezi, hogy valamibe beletetted az energiádat, és a hosszú távú megvalósulás, ami most ki fog világosodni. A párkapcsolatban egy karmikus kapcsolatot jelent, egy lélektársi kapcsolatot, ahol egyenrangúak a felek, de a munkában is, az üzletben is pozitív dolgokat. Ez a kártya arra figyelmeztet, hogy amit adsz, azt kapod vissza. Most minden dologban megfontoltság szükséges. Át kell gondolni, hogy mit szeretnénk. A remete lapja arra figyelmeztet, kicsit forduljunk magunkba, ha úgy érezzük, hogy lassúak a dolgok, akkor is ott a pozitív megvalósulás. Egészség tekintetében a gyomorban lévő dolgokra, a hasnyálmirigyre kell fókuszálni, a napvonat csakránk tisztaságára. Akár egy vizsgát is jelenthet ez a lap, tanulást is, hiszen a lemete lapjában ott van a spiritualitás, a komoly dolgok. Az is lehet, hogy a spiritualitásodban emelkedsz egy kicsit, hiszen ez egy nyugva állapot, amikor magunkba fordulunk, megtaláljuk a belső békét, hiszen látjuk, hogy a remete kezében ott a lámpás, másoknak is utat tud mutatni. Az érmék hármas tarólapja azt üzeni, hogy akár tanulással is, vagy befektetett munkával lassan előre tudunk jutni. Az is lehet, hogy tanulás jelent a kártya a fizikai síkon, egy sikeres vizsgát. Itt előrehaladás van és tovább lépés, hiszen látjuk, hogy az utolsó tarólapon az a férfi tanul, valamibe belefekteti az energiáját, ott van a könyv szimbóluma, ami egy nagy lépés mutat számunkra az élet bármely területén. A bikáknak kihúzott lapok, a kelyhek lovagja, a kardok ásza és a kardok apródja. Romantikus hangulatban leszel, hiszen látjuk, hogy az első lapon az az indián férfi kedveskedik valakinek, virágcsokrot nyújt át. Az is lehet, hogy bókokat kapsz ebben az időszakban, fel leszel dobva érzelmileg. Itt béke van, harmónia, romantika, akár egy harmonikus párkapcsolat, akár egy jó munka, ami kilátásban van neked, hiszen valamit el tudsz indítani a kardok ászával. Az is lehet, hogy tervezed az utazásodat, hiszen a tenger is megjelent, egy tengeren túli utazás, valami most elindul. A kardok ásza önmagában egy egyes, egy nagyon jó lehetőség, egy új kihívás. Az is lehet, hogy jó gondolataid által valamit meg tudsz valósítani. A kártyáim arra hívják fel a figyelmet, hogy egy jó lehetőség, ami tart feléd, légy fejben, légy józan, ha bármilyen probléma adódott volna, most megoldások születhetnek. A kardok apródja is egy jó lehetőséget hozhat neked. A kardok a kommunikáció, a gondolatok lapja. Kerülni kell ebben az időszakban a konfrontációt, ha úgy érzed, hogy valaki piszkál téged, szurkálódik. Kerüld ki, védd meg magad harmonikus kommunikációval. Most kerüld a vitát. Ha párkapcsolatot keresel, az is lehet, hogy egy romantikus ember, aki megjelenik az életedbe, vagy valaki jó munkalehetőséget hoz neked, új energiák és jó lehetőségek lesznek. Az ikreknek a botok kettest húztam, a csillagot és a kardok lovagját. Az első tarólapon látjuk, hogy az az indián férfi valahová elindul két virágzó bottal a kezében, ami a több lehetőségre utal. Ott van a hajó szimbóluma, ami az elindulást, az útrakelést szimbolizálja, a fizikai síkon akár egy utazást is jelenthet, helyváltoztatást, de az is lehet, hogy most valamit lezársz az életedben. Látjuk, hogy háttal van a férfi, maga mögé teszi azt, ami őt nem építi. A botok tüzes lap hamari megvalósulást ígér, a kártyám azt üzeni neked, hogy nem kell elsietni semmit, jönnek lehetőségek, döntések, most célszerű türelmesnek lenni és kivárni. Ezt a csillag lapja is megerősíti, hiszen azt mutatja nekünk, hogy valami még nem teljesen tiszta számodra. A csillag lapja új reményeket mutat,
hosszú távú, szép jövőbe teljesülését, itt megvan a bizakodás, itt benne van a siker ebben a labban, itt már nincs kétség, akár párkapcsolatban, akár munkában, ott van a megfelelő lehetőség számodra egy örömteli jövő, ami hosszú távú. Arra hívja fel a figyelmet, hogy az energiádat bele kell tenni abba, amit szeretnél. A Vénusz bolygó kapcsolható hozzá, ami a nőiesség szimbóluma is. Ebben az időszakban foglalkozz magaddal, emeld ki a nőiességedet, ha hölgy vagy, és bízz az intuíciódban, a szerelemben is. Kedvező kilátások, tartósság, közös célok megteremtése, a munkában is ott a siker, a pénz, betegség szempontjából gyógyulást ígér a csillaglapja. A kardok lovagja, az is lehet, hogy jó lehetőséget hoz neked, egy levegősegyű ember, akár munkában, akár párkapcsolatban, aki megjelenhet ebben az időszakban, az életedben. A kártya arra hívja fel a figyelmet, hogy légy fejben, ne menj bele semmilyen vitába, kerüld a konfliktusokat, fordíts hátat minden olyan dolognak, ami nem épít téged, akár emberek, akár helyzetek. Húzd meg a határaidat. A rákoknak az érmék ászát húztam, a kardok 9-est és a kelyhek ászát. Két ászt is kaptunk, valamit most elindíthatsz az életedben, akár az anyagiak, akár az érzelmek területén. Az első lapon látjuk, hogy az az indián hölgy a kezében tart valamit, ami legyökerezik a földbe, valami megteremtődik. Az érmék az anyagi terület, a munka területe, az is lehet, hogy egy jó lehetőség jön hozzád. Ez a kártya gazdagságot, pénzügyi sikereket ígér, akár egy új munka, egy vállalkozás, amit el tudsz indítani. Ebben a kártyában ott van az előrehaladás. A kardok 9-es ebben a helyzetben egy figyelmeztetés, hiszen bármibe is szeretnél belefogni, a kártya azt üzeni neked, hogy ne agyal túl a dolgokat, hiszen lesz megoldás. Nem szabad kétségbe esni, hiszen félelmeket, aggodalmakat is mutathat, hiszen látjuk, hogy sötétség van. Az is lehet, hogy valami miatt nem tudsz aludni, vagy gátolva vagy. Ez a lap a pillanatnyi helyzetet jelenti. Az is lehet, hogy túlterhelt vagy valami miatt, vagy stresszelsz. A kártya azt üzeni, hogy felesleges, hiszen a dolgok elindulnak úgy, ahogy szeretnéd, hiszen a kelyhek ásza, az az érzelmeket mutatja, látjuk azt a csodálatos kelyhet, túlcsordul, valami elindul. Az is lehet, hogy most új időszakot kezdesz az életedben, akár az anyagi területen, a munkában, akár az érzelmekben valamit lezártál, és ezeket az energiákat most magad mögött hagyod. A kelyhek ásza egy érzelmi lehetőség, akár párkapcsolatban is, itt a gyógyulás ideje. Harmóniát, boldog időszakot mutatnak a kártyák. Az oroszlánoknak a kelyek királynőjét kaptuk, az érmék aprótját és a kardok 6-ost. A kelyek királynője az első tarólapon meditatív állapotban van, valamit teremt. A hajó szimbóluma is megjelenik, ami az elindulást jelképezi. Bármit is szeretnél megvalósítani, lesz hozzá segítség, hiszen az érmék aprótja egy fiatalos lendületet mutat, egy pártfogót, segítséget, aki jó lehetőséget hozhat neked. A kelyhek királynője, aki te is lehetsz, egy segítőkész, érzelmes ember, aki bízik a megérzéseiben, egyensúlyban van. Ez a kártya arra is utalhat, hogy a spiritualitással foglalkozol, vagy ilyen tevékenységeket végzel, ami pénzformájában is megjelenik majd az életedben. Az érmék apródja egy konkrét javaslatot, egy jó ajánlatot hozhat neked, egy komoly ajánlatot, amit meg kell fontolni. Az is lehet, hogy ez egy munka, kézzelfogható támogatás és segítség jön feléd. A kardok 6-os lap azt feltételezi, hogy az elindulás folyamatban van, új terület felé mész, akár párkapcsolat, akár munka. Egy utazást is jelenthet a kártya, hiszen látjuk, hogy az a hölgy egy csónakon van, ott a víz energiája, fejben meghozta a döntését és elindul. Akár egy utazás, költözés, valamit most el tudsz indítani, változások lesznek, akár a munkában egy szakmaváltás, egy új feladat, lesz segítséged, légy fejben,
és indulj el az úton, ami aktuális számodra. Használd ki a jó lehetőségeket. A szüzeknek a botok 3-ast húztam, az érmék 9-est és a kelyhek 10-est. Csodálatos energiák, akár a fizikai síkon, akár érzelmi síkon most valami beteljesedik. A botok 3-as egy 10-es energia, lendületben leszel, bármit meg tudsz valósítani. Ez egy stabil alapot jelent ez a kártya, ahol megvan az önbizalom, az önállóság, itt nincsenek félelmek, az a hölgy elindul, magabiztos, tudja, hogy eléri a célját, amit szeretne. Akár egy jó munkahely, ami anyagilag is stabilitást hoz neked, ahol az energiák megfelelőek, csoportmunka, pozitív emberek vesznek körül, akár a párkapcsolat, hiszen a kelyhek 10-es érzelmes lap egy ciklus lezárása, beteljesedése. Több lehetőség is lesz neked, az érmék 9-es egy szerencsekártya, hiszen látjuk, hogy érmék vannak a képen, az a hölgy arathat, valamit megteremtett magának. Hirtelen szerencsét is jelenthet ez a lap, akár nyereséget, pénzgyarapodást, egy szerencsés időszak. Az is lehet, hogy szerelembeesést mutat a kártya, hiszen a belső értékeket is magába foglalja. A kártyám azt üzeni, hogy nyugodtan kockáztass, kedvező az időpont a változtatáshoz. Az utolsó lapon látjuk, hogy egy boldog család egyensúlyban van, a kelyhek a szivárvány színében jelennek meg, ott van a gyermek a képen, egy harmonikus család. Itt öröm van, jó társaságban leszel, az összetartozás, a családi boldogságot mutatja a kártya. Amikor célba értünk, akár egy örömteli csapatmunka a munkahelyen, a családban vállalkozás, anyagi stabilitás, most minden elérhető számodra. A mérlegeknek a szeretőket húztam, a kardok királyát és a kardok királynőjét. Csodálatos lapok, hiszen itt érzelmi harmónia van, látjuk, hogy az a két ember egymás felé fordul, összeadják az energiájukat és közösen terveznek. Megjelenik a csodálatos vízenergia, akár munkában, akár párkapcsolatban, itt együttműködés van. A szerelemben egy igaz, karmikus szerelem, ha párkapcsolatban vagy, az is új síkra emelhető, megerősíthető. A munkában is döntések lehetnek, a választások. A kártyáim azt mutatják, hogy szívbéli döntést kell hozni. Több állás, több szerelem közül lehet választani. Itt minden harmóniában lesz. Egészség szempontjából a szív problémára, az érzelmi éretre kell hangsúlyt fektetni, de az is lehet, hogy a családdal kapcsolatban fontos döntéseket kell majd hozni. A kardok királynője és a kardok királya egy pár, karmikus kapcsolat van, az is lehet, hogy most megtalálod az igazi párodat, hiszen tipikus levegős jegyek, akár te is lehetsz, aki éber, fejben van, éles az esze, egy önálló ember, aki kezében tudja tartani az életét, hiszen látjuk, hogy mindkét lapon a kard szimbóluma a tiszta gondolatokat jeleníti meg, a harmonikus kommunikációt. Most minden karnyújtásnyira lehet számodra ez az időszak, az érzelmek területén és az anyagi területen is pozitív változásokat hoz. Az is lehet, hogy a pároddal valamit tervezel, akár egy esküvő, akár egy eljegyzés, egy közös vállalkozás, most előre tudtok menni. Mindent meg tudsz valósítani. A skorpióknak a kardok 7-est húztam, az érmék királyát és a kelyhek 3-ast. Hét elején a kardok 7-es arra figyelmeztet téged, hogy nézz a hátad mögé. Az is lehet, hogy valaki piszkálódik veled, de meg tudod védeni magad harmonikus kommunikációval. A kártya azt üzeni, hogy nézz körül, ki az, aki hamiskodik ellened, akár a munkahelyen, akár a családban. Ne menj bele a dolgokba, hiszen az érmék király egy olyan stabil állapot, amikor tudod, hogy neked van igazad, meg tudod védeni magad. Az is lehet, hogy munkában lesz változás, hiszen az érmék lassú lapok stabilitást mutatnak, a kelyhek 3-as lapjával pedig az érzelmek egyensúlyát mutatja. Az is lehet, hogy olyan embereket tudsz lezárni magad körül, akik szívják az energiádat, akik
hátráltatnak téged, de a kelyhek hármas már egy ünneplésre ad okot, amikor az emberek egy jó csapatban vannak, akár a munkahelyen, akár rendezvényen, esküvő, most nyitsz a világra, társaságban leszel, jó emberekkel körülvéve, hiszen látjuk, hogy az utolsó tarólapon a három ember mosolyog, akár egy jó munka, egy csapatmunka, plusz pénz, bármi, ami neked most aktuális, ünneplésre ad okot, nyiss a világra, jár társaságba, használd ki ezt a pozitív energiát. Annyira soknak kihúzott lapok, a halál, a kartok négyes és az érmék hetes. Az első tarólapon látjuk, hogy a halál a kasszával megjelent, ami valaminek a lezárását szimbolizálja. Egy ciklus vége és egy új ciklus kezdete. Az is lehet, hogy a szerelemben valami kimerült, valami elfáradt, abban kell változtatni, az is lehet, hogy lezártál valamit, vagy a munkában is egy új munkát jelent. Újjászületés és átalakulás lesz neked, hiszen ezek az energiák, még ha nehéznek tűnnek is, az érmék hetessel bestabilizálnak téged, stabil alapokat teremthetsz magadnak a jövőre nézve, nem érdemes befelé fordulni. Egészség szempontjából a gyomor, a belek, ami előtérbe kerülhet, itt nagyon fontos az energetikai tisztítás, hiszen a halál tarólapja szellem jelenlétét, mágiákat is feltételezhet. Tisztíts magad, a kardok négyes állapota, egyfajta nyugvó állapot, látjuk, hogy az a hölgy befelé fordul. Nyugvó pontra érkezett, az is lehet, hogy a lezárás, akár munka, akár párkapcsolat megállásra késztett. Tudd, hogy védelemben vagy, hiszen ott a kör szimbóluma, az is lehet, egy kicsit pihenned kell, erőt gyűjteni, de az érmék hetessel már minden elérhető számodra, hiszen látjuk, hogy stabil alapok lesznek a jövőben, akár a munka, egy sokkal jobb munka, mint ami volt, akár egy párkapcsolat, ami értéket képvisel neked. Itt kívül, belül egyensúlyt tudsz teremteni magadnak. Engedd el a negatív energiákat, fókuszálj a célodra. A bakkoknak a szerencsekereket húztam, a botok lovagját és a kelyhek ötöst. Csupa tüzes időszak lesz neked, hiszen a botok egyfajta lendületet hoz neked, a szerencsekerék egy pozitív fordulatot hoz, a tízes egy ciklus lezárása, egy új ciklus kezdete. Itt a teremtés befejeződött, valamit el tudsz érni, valami beteljesedik az életedben, a kör egyfajta védelmet is jelent, karmikusságot, a párkapcsolatot keresel, vagy letettél olyan dolgokat, amire nincs szükséged, egy bonyodalmas időszakot, váratlan események és fordulatok jöhetnek neked, egy váratlan találkozás, egy karmikus pár megtalálása, döntések, az üzletben is szerencsés fordulatok és új lehetőségek jönnek hozzád. Az is lehet, ha párt keresel, egy tüzességű ember jelenik meg, jó lehetőségeket mutat a kártya, egy tüzes időszakot, itt az energiák is rendben vannak, egészség tekintetében is minden támogatva van. A kelyhek ötös tarólap arra figyelmeztet, hogy bármit el akarsz most engedni, munka, párkapcsolat, emberek, helyzetek, negatív energiák, most könnyen megy neked, hiszen egy szerencsés fordulattal jöhetnek jó lehetőségek. Tedd le, amire nincs szükséged, indulj el az úton, megvan hozzá az erőd és az energiád, váratlan pozitív fordulatok jöhetnek hozzád az élet bármely területén. A vízöntőknek a botok ászát húztam, a kelyhek négyest és a kardok ötöst. A botok ásza valaminek az elindulását mutatja, az is lehet, hogy tüzes időszakban leszel, jó ötleteid lesznek, akár egy új munka, akár egy új szerelem. A kártyám azt üzeni neked, hogy ne okozzon semmi és senki fejfájást neked, hiszen most lendülettel mindent meg tudsz valósítani. A középső tarólapon látjuk, hogy az a hölgy lezárja az energiáját, valamint bosszankodik. Nem vesz észre a jó lehetőségeket. A kártyáim azt üzenik neked, hogy nyisd ki a szemed, hiszen nyújtják a lehetőséget neked. Vedd észre, és ne okozzon fejfájást neked senki. Akár munkahelyen, akár a családban, párkapcsolatban, ha konfrontáció lenne, ne menj bele a dolgokba. Hiszen látjuk, hogy a kardok ötös lapon is, annak az indián férfinak, az a kismadár,
Csiripel a fülébe, mondja egyfolytába, fejfájást okozva neki. Kesegesd el azt a madarat, tisztíts ki a gondolataidat, ne menj bele konfrontációba, tartsd meg ezt a lendületet. Nézz szét, vedd észre a jó lehetőségeket, ne foglalkozz senkivel, koncentrálj magadra. A halaknak a főpapot húztam, a kardok 8-ast és az érmék 10-est. A számokban is fejlődés van. A főpap egy spirituális embert mutat, aki vezeti a többieket, aki egyensúlyban van, védelemben. Te magad is lehetsz. Egy olyan ember, aki intellektuális tekintéllyel bír, és felnéznek az emberek rá. Párkapcsolat tekintetében ott van a tartósság, ha párkapcsolatot keresel, ott van a karmikus kapcsolat, akár házasságot, keresztelőt is mutathat a kártya, hitelesítést, a munkaterületén is, segítséget, párfogókat. Itt a pozitív szakmai előremenetel adott, akár egy vezető szerep, amit a kommunikációddal el tudsz érni. Egészség szempontjából a gyomortáékra kell figyelni, a logosításra. Ez a kártya azt üzeni neked, hogy a spirituális tudásodat oszd meg másokkal, és bízz jobban magadban, hiszen a kardok 8-as állapota akár kívülről jövő akadályokat is mutathat, de ez csak pillanatnyi, akár a gondolatokat is jelentheti, hiszen látjuk, hogy az a hölgy, mintha meg lenne kötve, a kezei hátra, mintha meg lenne akasztva valamilyen helyzetben. A kardok, a gondolatok és a kommunikáció kártyája azt üzeni neked, hogy ne menj bele semmilyen vitába, nem érdemes, hiszen az akaratodat tudod érvényesíteni. Az érmék 10-es, egy ciklus lezárása, egy új ciklus kezdete, látjuk a boldogságot, a családi boldogságot a kártyán, akár anyagilag, akár érzelmileg, kívül belül itt stabilitás van, most bármit el tudsz érni. A kártyáim azt üzenik, bízz magadban, ne hallgass másokra, nem kell mindenkin segíteni, azokat az embereket, akik le akarnak húzni, akár anyagilag, akár lelkileg, energetikailag, zárd le, ne okozzon neked fejfájást, más problémája. Használd ki a spiritualitásodat, az intuíciódat, foglalkozz most a belső biztonságoddal, a lelkeddel, a boldogságoddal, hiszen otthon a fejlődés az élet minden területén.